Jó estét kívánok! Miközben itthon Székesfehérvárot az öttus Európa bajnokság zajlott és szorítottunk, szerencsére nem hiába a magyar és fehérvári versenyzőkért, hogy sikeresek legyenek. A székesfehérvári triatlonosok is Európa bajnokságon versenyeztek, hát egy kicsit messzebb Észtországban, így aztán rájuk kevesebb figyelem irányult, pedig az eredmények ott is igen szépek lettek, hiszen az Alba Triatlon versenyzői, a dévai testvérpár nagyon kitettek magukért, ugye márka felnőttek között szerzett 11. helyet, ami ebben a mezőnyben egy Európa bajnokságon, triatlonban kiváló eredmény. És hát öccse az ifjabbik, Dévai Zsombor pedig ugyanebben a pozícióban végzett a juniorok mezőnyében. Ő itt van velünk a stúdióban, akár csak az edző édesapa Dévai László. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát gondolom, egy edző sohasem lehet maximálisan elégedett, de hát úgy szülőként, mint edzőként most azért alapvetően megveregethetted a fiúk vállát az Európa bajnokság után. Igen, így van. Igazándiból mondhatom azt, hogy nagyon boldog voltam a verseny után, mind a két fiú versenye után. Márkonnál valóban az volt a nehéz feladat, amit mondtál is, hogy felnőtt mezőnyben versenyzett, tehát ő U23-as korcsoportos még. Zsombinál pedig fel volt dobva a magas labda, mert igazándiból a Magyar Triatlon Szövetség válogatási elvei szerint a világbajnokságra akkor utazhatott ki, vagy utazhat ki, akkor szerezhet kvótát, hogyha 15-ben végez, úgyhogy ez hál' Istennek sikerült, így aztán nagy volt az öröm, mert mind a ketten mennek a világbajnokságra. Kicsit helyezzük el a térképen ezt az Európa bajnokságot, ugye a triatlonról tudjuk, hogy nagyon sokféle versenysorozat van, vannak profik, vannak esetleg félprofik, valójában mekkora mezőnyről van itt szó, és ez a közvetlen élmezőnye vagy utánpótlása annak a hihetetlenül színvonalas mezőnek, amiket a legnagyobb versenyeken látunk? A junior Európa-bajnokságon az élmezőny volt, ott mindenki, aki számított, ott részt vett ezen a versenyen. Egy ilyen 60-70 fős mezőnyről beszélünk egyébként. Számszakilag az elit EB-n ott is voltak nagyon erős versenyzők, akik a világklasszisok, ha lehet így fogalmazni, de ott egy kicsit megosztó a történet, mert ugye, ahogy mondtad is, annyi féle rendezvény van és annyi versenysorozat, hogy a világnak bármelyik pontján lehettek. Itt most azért voltak egy jó páran, akik meghatározói a világtriatlonnak, úgyhogy igazándiból tényleg egy erős mezőny volt mind a két versenyen. Ugye nemrég volt Székesfehérváron is egy verseny, úgyhogy egy kicsit így testközelből is, akit érdekelt, az belekóstolhatott, hogy milyen az, amikor tényleg magas színvonalú triatlon verseny zajlik, de talán még tényleg nem mindenki tudja, hogy elképesztő hány országban és micsoda körülmények között és milyen klasszisok versenyeznek manapság triatlonban. Hihetetlenül megnőtt a színvonal, régen se volt persze gyenge. Szóval azért az, hogy mondjuk Székesfehérvárról indulva fiatal emberek ott vannak az első 15-20 versenyző között egy ilyen mezőnyben, ez mindenképpen egy roppant biztató, akár kezdetnek is mondhatnánk, hiszen tényleg nagyon fiatalok még. Így van, azért, hogy lehessen elhelyezni ezt a triatlont, hogy mégis milyen itt a szint. Tehát ugye itt van a három résportág, van az úszás, van a kerékpár, van a futás. Egy sprinttávú verseny, amit most volt mind a kettejüknek, ezt a 750 méteres távot azért ilyen közel 8 perchez teljesítik a versenyzők, tehát azért elég rendesen kell menni, elég rendesen kell úszni. Most az elitekről beszéltem, a junioroknál egy picit lassabb még a történet, ők még azért fiatalabbak, és azért az a 20 kilométeres kerékpár is megvan 27-28 perc alatt, ami bőven 40 fölötti átlagot jelent, még úgy is, hogy a négykörös versenyben itt Tartuban minden körben volt egy kb. 300 méteres emelkedő, amit meg kellett mászni. Illetve a futáson is azért közel ilyen 3 perces per 1000 tempót tudnak futni ezek a srácok, tehát azért mindenben toppon kell lenni, és ha fogalmazhatok úgy, akkor igazándiból akik a csúcsra érnek, vagy a csúcson vannak, ők nagyon közel állnak a világ legjobb akár úszó, hosszú távúszóihoz, vagy legjobb kerósaihoz, a legjobb futóihoz. Tehát hogyha mérnénk nekik egy 10.000 métert, azért a legjobbak már ott vannak, hogy ilyen 28 perc környékét tudnak 10.000-en futni, tehát azért, hogy el lehessen ezt helyezni, ezt a dolgot. De igen, szóval nincsenek a legjobb triatlonosok, főleg a világ legjobb versenyzői messze azoktól a szintektől, amiket önállóan ezekben a sportágokban mondjuk a legjobbak tudnak, ami azért különleges, mert akár az úszás, akár a kerékpár, akár az atlétika, a futás gyakorlatilag a világ legnépszerűbb és leglátványosabb egyéni sportjai közé tartoznak, ugye az abszolút atléták ezekben versenyeznek. Hát a versenyző a legavatottabb arra válaszolni, hogy mennyire nehéz dolog háromban egyszerre
ennyire keménynek és jónak lenni. Kell-e esetleg valami kompromisszumot kötni? Azt mondod, hogy hát egy kicsit kevésbé úszom jól, de cserébe úgy futok, mint a nyúl, vagy fordítva. Vannak-e ilyen prioritások? Hát tulajdonképpen azt, hogy mennyire nehéz, azt mondom, hogy eléggé, tehát nagyon nehéz. Az, hogy prioritásban melyik áll élen, azt tudom mondani, hogy megvan az előnye és a hátránya is. Nyilván, hogyha valaki jobban úszik, akkor kerékpáron mindig ott tud lenni az elsők között, és akkor a futást is jó helyen kezdi meg. Viszont, hogyha nem olyan jó úszó, akkor kerékpáron ugye akkor hátrébb kerül, és a futást, hogyha azt viszont jól tud, akkor van esélye, hogy a verseny végére eléri a jobb helyezést, de inkább azt tudom mondani, hogy egyrészt mezőnyfüggő, hogy kik indulnak el, hogy vannak-e jó úszók, vannak-e jó futók, van-e erős kerékpáros mezőny, lehet-e számítani szökésre. Én másrészt pedig pályafüggő, hogy az adott helyszínen mennyire kemény a pálya, hogy az úszópálya, mint például itt az Európa-bajnokságon is volt egy erős sodrása a folyónak, úgyhogy az mindenképpen elég kemény volt, ugye a kerékpáron is ott volt a szint, és a futáson is ugyanaz volt, tehát minden nagyon fontos és behatárolja. De ez egy jó elméleti kérdés egyébként, nyilván az edzőnek is ezt tudnia kell, hogy hát gondolom, hogy a tényleg a legeslegjobbak, ők egyformán jók mind a három számban, tehát nem kérdés számukra, hogy jó úszóként jönnek ki, és aztán őrzik a pozíciójukat. De hogy lehet-e egyáltalán, vagy érdemes-e különbséget tenni, mi az ideális, milyen az ideális triatlon versenyző, vagy mi az, ami esetleg taktikailag kompenzálhatja, ha valamiben gyengébb? Hát igen, ez egy jó kérdés. Aki már ott van a csúcson, mindenben valóban jó, de azért még ott is vannak kis nüansznyi különbségek. Tehát van, akinek mondjuk az úszás megy jobban, van, akinek a bringa, van, akinek a futás. Tehát ugye vannak olyan elit triatlonosok, akik kifejezetten jó úszók, nagyon jó medencés idejük is van, tehát medencében elért idejük, de vannak olyanok is, akik meg nagyon gyors távú futók és nem annyira jó úszók. Tehát mindenütt van azért egy pici kis különbség. Igazán talán aki mindenben jó, hát van egy pár olyan is, de azok ilyen űremberek, tehát ilyen ufók tulajdonképpen, akik mindenben egyformán tökéletesen jók. Nagyon nehéz a taktikát összeállítani, hogy éppen mire kell a legeslegjobban figyelni. Pont a Márkónál szokott az előfordulni, hogy ő most hál' Istennek már tartóba is a Richard Varga előtt jött ki 3 másodperccel a vízből, amin mindenki teljesen kiakadt is. Mert hogy a Richard Varga elindul egy versenyen, akár VTS, akár világkupa, vagy akár Európa-bajnokság, világbajnokság, ő elsőnek jön ki a vízből, tehát ez mindenki már hozzászokott. És a Márkó rávert 3 másodpercet, és ezen mindenki szét voltak, hogy ezt hogyan. Versenyfüggő, helyszínfüggő, az, hogy kik indulnak el, annak a függvénye, és folytatván az előző gondolatomat Márkóval van az, tehát bármilyen versenyen indul, az élbolyjal jön ki a vízből. Első, második, harmadik helye maximum. Elmegy velük bringázni, és azért azt tudni kell, hogy ezek a versenyzők, akik ezeken a versenyeken indulnak, olyan rutinnal, versenyzői rutinnal, versenyrutinnal rendelkeznek, ami neki még nincs meg a koránál fogva. Tehát ez rengeteget számít azért az adott kilométereken, taktikában. Rengeteget. Tehát éppen most néztem meg, hogy a Márkónak hivatalosan az ITU ranglistán 40 jegyzett versenye van, akikkel együtt versenyez, azok meg 100 fölött versenyeztek már. Tehát azért az nem mindegy, hogy 40 ilyen komoly versenyen vettem részt, vagy 100 akármennyit. Azért az a rutin az már ott van, és ővel előfordul az, hogy elmegy az elejével bringázni, és ott olyan bringázás van, hogy a 44-45-ös átlagot mennek, és aztán mikor leszáll a bringára, akkor úgy össze kell magát kapni, hogy hoppá, most még van egy kis futás is. De hát ugye ezen dolgozunk, hogy ez minél jobb legyen, és minél hamarabb fel tudja venni a versenyt. De mondom, nem egyszerű, tehát minden verseny más, minden helyszín más, és mindenütt más az összetétel az indulóknak, tehát mindig ahhoz kell, éppen ahhoz a versenyhez kell belőni a taktikánkat. Mennyire lóg ki a bici, a kerékpározás a sorból olyan értelemben, hogy nyilván az úszásnál is vannak azért technikai finomságok, a futásnál is, de hát ezek alapvetően azért ugye segédeszköz nélkül zajló sportágok. A kerékpár, azt gondolom, az jelentős technikai kérdés is, hogy valaki jól tud-e kerékpározni, meg hát nyilván gépkérdése is, tehát hogy ott az eszköznek magának azért sokkal nagyobb szerep jut, mint a vízben, illetve a futópályán. Nehezebb a kerékpár a másik kettőnél?
Hát azt nem mondanám, hogy nehezebb, inkább az, hogy a kerékpár által lesz részben technikai sport. Tehát ugye mindenkinek el kell döntenie, hogy kerékpárban milyen márkát választ, akkor milyen a váz típusa, mert ugye van a, vagy a kompakt váz, ami kicsit emelkedőben gyorsabb, vagy van a versenynyavaró váz, ami ugye a sík szakaszokon gyorsabb. Ugye másrészt meg az, hogy technikailag ki mennyire ügyes, tehát azért egy olyan pálya, mint mondjuk itt Tartuban is, az volt, hogy emelkedő is, meg az út is olyan volt, hogy nem a legjobb minőségű, és egy körben volt ennyihány kanyar, tehát mindegyik rendes, éles kanyar, tehát aki nem tud bánni a kerékpárral, az sajnos nem fog olyan jól menni neki. Te szereted? Én nagyon szeretem a technikás pályákat, meg azt is, hogyha minél többen az emelkedő, mert legalább akkor a többiekkel kicsit meg lehet húzni, hogy aki bírja, az jöjjön, aki nem, az ne jöjjön. És akkor így a futásra kicsit le lehet csökkenteni azt a létszámot, hogyha mondjuk egy bolyban sokan vagyunk, hogy kik között dől majd el a helyezés. Gondolom, egy edzőnek akkor ez az igazi nagy kihívás, nem csak egy versenyző, hanem akár több versenyző függvényében, hogy összehangolni ezeket az erősségeket, gyengéket, kinek mire kell igazából helyezni a hangsúlyt, úgy edzése, mint egy versenyen. Hogy látod a fiúk, ugye Márkóról már esett szó, hogy hál' Istennek az úszása is egyre erősebb, és hogy akár kerékpárba is el tud menni az élbójjal. Náluk mire kell most igazából helyezni a hangsúlyt? Ő most már, hál' Istennek, ő is kezd egész jó feljönni úszásba. Neki a kerékpár az erőssége. Az, hogy itt Székesfehérváron és környékén edzhetnek, az egy olyan fantasztikus dolog és egy olyan hatalmas előnyt jelent a domborzat miatt, hogy ők simán fel tudnak készülni egy akár egy ilyen versenyre is, ahol emelkedők vannak. És azért nagyon meglátszódik, nem olyan régen voltunk egy Európa kupán Ausztriába, ahol szintén ilyen dombos volt a kerékpáros pálya, és hát most azt mondhatom, hogy ő mindenféle probléma nélkül teljesítette az etapot, és rengetegen megszenvedték, és nagyon sokan hulltak ott ki, mert ez egy továbbjutásos rendszerű verseny volt. Szombaton voltak az elődöntők, vasárnap volt a döntő, és rengetegen kihullottak, és mindenki arra panaszkodott, hogy nem bírtam a kerékpárt. És neki meg semmi problémája. Tehát, hogyha emelkedő van, akkor emelkedő van, ha ott kell megrendelni, sőt, ugye az, amit mondott is, ezt szoktuk beszélni, hogy az emelkedő told meg, és aki nem bírja, az leszakad, és akkor ott vége. Tehát ráadásul, hogyha egy technikás pályán van, hogy még tele van kanyarral is, akkor az emelkedő meg lesz szakítani a többieket, jön egy kanyar, még jobban lemarad, még egy kanyar, még jobban, és akkor már meg is van, és akkor onnan előnnyel lehet kezdeni a futást. Ez egyszerű mondani, gondolom, megcsinálni azért kevésbé. Hát igen, ugye az is attól függ, hogy akik éppen velem vannak egy bolyban, azok mennyire tudják azt, hogy a másik milyen futó, tehát hogyha valakiről tudják, hogy nagyon jól tud futni, akkor nyilván kerékpáron nem hagyják, hogy elmenjen, feltéve, ha el tud. De azért ez is olyan, hogy akiben látják, hogy ő jól kerékpározik, meg már talán előző versenyekről tudják, hogy milyen dolgokra képes kerékpáron, akkor azt nyomon tudják követni verseny közben, hogy oké, akkor ha itt vagyok vele egy bolyban, akkor az nagyon jó, mert ő nagyon erős, én megyek mögötte, vagy hogyha bolyban vagyunk, akkor együtt dolgozunk, és akkor mindenképpen tudják, hogy ez így jó lesz. Beszéljünk kicsit akkor magáról erről a tantúi versenyről, amely neked tényleg nagyon jól sikerült, akár csak ugye a testvérednek. Mi volt az alap elképzelés, és hogy sikerült ezeket megvalósítani? Nekem az elképzelésem az volt, hogy nagyon szerettem volna kijutni ugye a VB-re, top 15-be beérni. Azt reméltem, hogy egy top 10-es helyezést is el tudok érni, bár az olyan lett volna, hogy az már hű, de nagyon jó. Hát ugye ez éppen annyi múlt, hogy 11. helyen értem célba. Nem mondom, hogy ez most olyan úgy fogott meg, hogy ez most így nagyon rossz volt, én nem tudtam leírni a top 10-et, mert így is 11. lettem, kijutottam a VB-re, abszolút erős verseny volt, tehát most tulajdonképpen ezt mondhatnám, hogy a Európában a juniorok közül én vagyok a 11. legjobb, ami hát egy nagyon jó érzés, hogy ezt tudhatom magamra. És nagyon nagy dolog, ez így van. Megtervezted a versenyt, az időket, a taktikát körülbelül, hogy hol kell megnyomnod, hol kell igazából esetleg előnybe kerülni? Érte valami váratlan meglepetés?
Hát tulajdonképpen én úgy vagyok vele, hogy verseny előtt taktikát kigondolni szinte haszontalan, mert nem teljesen haszontalan, de minden annyira attól függ, hogy éppen az egy verseny, hogy alakulnak a dolgok, mert lehet, hogy úszáson esetleg valami olyan dolog történik, hogy aki jó úszó, az esetleg beragad a rajtnál, és akkor nem jön ki jól a vízből, és hogyha mondjuk a jó kerékpárosokkal történik ugyanez, akkor teljesen felborul a számítás, amit előtte kell végezni a verseny előtt. Úgyhogy én mindig úgy vagyok vele, hogy ahogy adja a körülmény, úgy tulajdonképpen improvizálva döntöm el, hogy éppen most mi lenne a jó taktika. Uh-huh. És Lassi, de milyen útravalóval indítottad a fiúkat, meg volt azért, hogy mire figyeljenek? Persze, tehát alapvetően azért átbeszéljük a verseny helyszínét, a pályarajzot megnézzük, van pályabejárás, tehát látjuk azt, hogy mire kell számítani, mire lehet számítani, hol kell nagyon figyelni, hol kell egy kicsit lazábbra venni a dolgokat. De ugye úszáson is, ahogy mondta is a Zsombor, folyóban volt az úszás, és az egyik, tehát amikor fölfele úsztak, akkor iszonyatos sodrása volt, és ugye akkor a pályabejáráson, úszás bejáráson megbeszéltük, hogy ott lent kell úszni a folyónak a szélén, a parthoz minél közelebb, majdnem a nádasban egyébként, tehát nagyon érdekes volt, hogy a versenyzőnek a nagy része ott a nádasba úszott, vagy a nádas mellett, mert ott kevésbé volt érezhető a sodrása a folyónak. A fordító után hogyan ússzanak be az első fordító bójához, mert az középre volt lerakva, milyen íven menjenek, hogy kanyarodjanak rá, hogy ne vigye vissza őket a sodrás, minél kevesebbet kelljen küzdeni a szembevízzel, és aztán fordító után meg hova kell állni, hogy a leggyorsabb legyen kihasználván a folyó adta lehetőségeket. Ugyanezt megnéztük kerékpáron is, hol kell figyelni, futáson is, de egyébként meg tényleg így van, hogy bármit átbeszélhetünk, mert annyi sok minden történik verseny közben, annyi változó jöhet közbe, hogy a versenyzőnek ahhoz a pillanathoz kell alkalmazkodni, ami éppen akkor történik a pályán. Akár az úszáson, akár a bringán, akár a futáson. Tehát a döntéseket kell magyarázni, ezt úgy éled, hogy ez egy pillanat alatt megvan, és akkor onnantól közben csak csinálod, vagy ez ilyen folyamatos agyalás verseny közben? Nem igazán szoktam agyalni verseny közben, ugye minden annyira gyorsan történik, például most is volt olyan, hogy azt hiszem a harmadik körben a mi bolyunkból öten voltunk, és egy srác az egyik kanyarban elesett, aki egy elég erős bringás volt, és futáson is nagyon jó. Úgyhogy kicsit így eszembe jutott, hogy oké, akkor ő itt most kicsúszott, akkor lehet, hogy kicsit figyelni kéne, hogy is mozgunk ott négyen egyszerre, mert elég szűkek voltak az utak, hogy több bukás ne legyen. Ez az egyik. A másik meg az, hogy akkor hogy dolgozunk össze, hogy minél előrébb tudjunk jutni a többiekhez képest. És még az, hogy akkor ugye ő kiesett, jobb futó, akkor ki van még itt, aki esetleg szóba jöhet, hogy vele majd a futáson csatázni kell. Uh-huh. Hát és mindez ugye gyakorlatilag tényleg sprint távon percek alatt lezajlik. Mennyi volt az időeredményed, amivel végül befutottál? A végeidő az 55 perc és 31 másodperc lett. Tehát gyakorlatilag kevesebb, mint egy óra alatt megvan úgy a verseny, hogy abban már úszás, öltözés, bicikli és futás is van. Azért mondom, hogy hihetetlen mentális erőkifejtést is igényel egy ilyen triatlon verseny, gondolom. Már csak azért is, mert hát az is mentális erőkérdés, hogy valaki mondjuk a fizikális maximumát ki tudja hozni egy adott versenyen magából, akkor, amikor a legjobban kell. Ez így van, nagyon toppon kell lenni, végig. Tehát annyira gyorsan zajlanak, olyan nagy a sebesség, és valóban annyit fejlődött már a triatlon, hogy annyira gyors lett, hogy iszonyatosan észnék kell lenni. Főleg a kerékpáron. Tehát tényleg ott, ugye Márkó volt a múltkor egy VTS versenyen Lizbe, és azt mondta, hogy volt olyan része a pályának, ahol 55-60-nal mentek, 14-es bolyba. Tehát ott azért egy 60-as sebességgel megyek csak autóval. Tehát, és kiteszem a kezem az ablakon, és kerékpárral. Tehát azért nagyon észnék kell lenni. Nagyon, nagyon toppon, végig, folyamatosan, nagyon koncentráltan kell. Amikor elindulsz futni, vagy elindultál mondjuk beszélgetni a versenyről, mennyire vagy friss, és mennyire érzed úgy, hogy tényleg mintha most kezdődne a verseny? Mert a futás azért, lássuk be, hogy tényleg a végén ugye az dönti el a legfontosabb kérdéseket, hát ha csak nem szakad le annyira valaki előtte. És talán a futás az, amit ugye a hétköznapi ember is, mivel azt csinálják legtöbben a világon, úgy meg tud ragadni, hogy hát tudjuk, hogy azért ezek rettenetesen erős tempók. Tehát gyakorlatilag végig sprintelitek majd, hogy nem hétköznapi emberhez képest ezt a távot. Tehát mennyire voltál akkor friss, és érezted azt, hogy tulajdonképpen semmi probléma nem lehet?
Hát azt tudom mondani, hogy minden attól függ, hogy a kerékpár milyen volt, mert ugye, hogyha mondjuk egy nagyon erős tempó volt végig, akkor mindenki fáradtabb, de ugye pont ez az, hogy akkor mindenki fáradtabb, nem csak én, tehát tulajdonképpen egyenlő esélyekkel tudunk elindulni. Itt jön szóba az, hogy kerékpáron még ki mennyire erős, hogy ugyanazt a tempót ki mennyire bírja, tehát valaki jobban elfáradt tőle, valaki kevésbé. Ezen a versenyen konkrétan én úgy kezdtem meg a futást, hogy tulajdonképpen elég jó tempót mentünk az egész kerékpár során, viszont nekem ez a pálya nagyon fekszik, tehát nagyon szeretem, hogyha emelkedős meg technikás, és ugye futáson is volt benne emelkedő, úgyhogy én úgy éreztem, hogy abszolút jó esélyekkel indulok el. Nem voltam olyan hűdön nagyon fáradt, tehát a futás is jó tempóval tudtam megkezdeni, és igen, hát tulajdonképpen mindent kiadtam magamból a végére is. Hát így lett meg ez a gyönyörű eredmény. Így, mennyi igen. Év munka kell ahhoz, hogy valaki mondjuk egy ilyen versenyen, de ha nem is ezen a szinten, hanem hogy úgy állhasson össze mondjuk egy versenyhez, hogy tudja, hogy amikor leszáll a kerékpárról, akkor lesz ereje még akár a legjobbját futni. Mert hát azért itt tényleg iszonyat felkészülés zajlik egy ilyen versenyre. Hát szerintem ez egyénenként változó, tehát akik nagyon szerencsés helyzetben vannak és tehetséget hordoznak magukba, fizikális tehetséget, azoknak ez egy rövidebb, most a rövidebb az azt jelenti, hogy mondjuk elkezd ilyen 4-5 éves korban mondjuk az úszással, és akkor úszik valameddig, aztán egyszer csak megismerkedik ezzel a triatlonnal, vagy akár kezd futóként, most van néhány amerikai az elit mezőnyben, akik atléták voltak, és már meg is néztük Márkóval az eredményeiket, hogy milyen futóeredményeik vannak, és ő belül próbálnak meg triatlonosokat csinálni, tehát próbálják tanítani őket úszni, mert futni már tudnak. De azt gondolom, hogy a triatlon az egy olyan sport, ahol inkább a 20 és 30 év közöttiek lehetnek a csúcson. Ez egy elég nagy szórás, de van, aki már 20-as évei elején oda kerül, van, aki meg inkább a második felében, de mire odáig elének egy 10-12 éves munkát bele kell tolni. Ez biztos. És nem keveset, ugye? Ti mennyit edzetek hetente? Nekem a heti edzés mennyiség az kb. 20-25 óra körül van. Ez ugye, hát ez az alapozás során, nyáron ugye ilyenkor több idő van, napközben tudok háromszor is edzeni, hogyha kell, tehát ez ilyen heti, hát ilyen 10-15 edzés jelent körülbelül. Ilyenkor azért fölmegy az óraszám 25 fölé is. Uh-huh. Hát, és ugye ők, illetve hát a fiaid, lehet mondani most az Alba triatlonnak a csúcsa, hiszen ők versenyeznek jelenleg legmagasabb szinten, de szerencsére azért elég sok gyerekkel is foglalkozol. Mennyire vagy most elégedett a bázissal, amit itt sikerült néhány év alatt kiépíteni? Hát nagyon sokat fejlődtek, hál' Istennek. Tehát az a kezdeti csapat, akivel elkezdtem dolgozni, körülbelül egy másfél évvel ezelőtt, azok a hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A tavalyi nyarat azt úgy versenyezték végig, hogy hát azért ugye a hazai ranglista versenyeknek ugye utolsó harmadában voltunk, de ezzel is elégedettek voltunk, mert hát nem olyan régen kezdték ezek a gyerekek ezt a sportot. És most már eljutottunk oda, hogy a többség az a középmezőny, és van egy réteg, akik meg az első harmadban vannak. Tehát azért szépen lépkednek előre, de nagyon nehéz azokkal felvenni a versenyt, akik már mondjuk 4-5 éve benne vannak ebben a sportban, de haladunk, tehát azért előre haladunk. Mondtad, hogy szerencsés helyzet, hogy itt Fehérvár környékén például a kerékpározás tekintetében jók a lehetőségek. Egyébként általában mennyire vagytok elégedettek az itteni lehetőségek? Ugye egy fiatal egyesületről van szó, ahova ti is úgy érkeztetek, te gyakorlatilag egy műhelyt alapítottál itt. Most mennyire neveznéd ideálisnak az itteni helyzetet? Hát most majdnem azt mondom, hogy majdnem a tökéletes állap, tehát ilyen nirvána jellegű dolog. Tehát tényleg azt mondom, hogy mind a város vezetése,
a sporthoz, a bármely sportághoz, ami a városban űzhető, de a földrajzi elhelyezkedése, tehát az, hogy hogyan lehet itt edzeni, milyen edzés körülmények vannak, az uszoda, a nyíltvizes úszás, Velencei tó Balaton, kerózás, bringa. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan tökéletes helyszín, én már próbáltam is több hazai csapatnak a vezetőit beszervezni ebbe a dologba, hogy jöjjenek ide edzőtáborozni, nézzenek szét, mert ez egy csoda, ami itt van. Tehát ez, tehát azt mondhatom, hogy tényleg egy tökéletes mindenre. Hát reméljük, hogy ez a további eredményekben is majd meglátszódik. Most akkor mire fogtok készülni? A világbajnokság nyilván ezek szerint ez volt a cél, és ezt most elérted. Volt kis pihenő, vagy akkor most teljes gőzzel a VB-re? Hát ugye a VB az szeptember elején lesz. Nekem addig még augusztusban lesz három versenyem. Lesz két Európa kupám, most három Európa kupa, abból kettő junior. És még ugye lesz, ami itt lesz Fehérváron is, az Elite Európa Kupa, és utána jön majd a VB. Uh-huh. Tehát ez nekem így folyamatos edzés, versenyzés lesz. Mik lehetnek a fiúkkal szemben támasztott elvárások a következő versenyeken, és hát főleg a világbajnokságon? Hát most a Zsombival megyünk Csehországba a hétvégén, egy Európa Kupára, hát ott is ugye mindenféleképpen most már neki hozni kell a top 10-es eredményt, tehát az egy alapvető dolog. Márkó a Glasgow-i Európa-bajnokságon fog indulni, ami szintén elit lesz, de az olimpiai távú, tehát nem sprint távú. Hát az még egy fokozattal föntebb lesz, mert ott már tényleg a világ elit is részt fog venni, az európaiak. És hát a világbajnokság nem egy egyszerű dolog, mert ugye lesz egy hetes 10 napos átállás, amikor az időzónákba át kell állni, tehát hamarabb fog menni a csapat. Tehát eleve az egy nehézség. Hol lesz a világbajnokság most? Ausztrália, Gold Coast. Hát akkor az utazás lesz a negyedik tusa. Így van. Tehát utazás, tehát az egy elég hosszadalmas dolog lesz. És ugye itt nagyon, nagyon jelentős az, hogy ki hogy tudja kipihenni az utazás feladalmait, ki hogyan tud átállni arra az időszámításra. És hát előtte azért jó lenne, hogyha el tudnánk menni egy edzőtáborba, de annyira sűrű a program, hogy most vagy össze tudjuk hozni, vagy nem. Tehát ez egy kicsit ilyen nehézkes lesz az a dolog, de az biztos, hogy mindent megteszünk, az, hogy minél jobban sikerüljön mind a kettőjüknek. Hát nagyon jó munkát kívánok ahhoz, hogy ez így legyen, illetve sok sikert a későbbiekhez is. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélgetni hasonlókról. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet. További szép estét kívánok, viszontlátásra!